Szent Máté könyvéből. Abban az időben az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Íme egyszer Jézus jött velük szembe, és megszólította őket, üdv néktek. Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott majd viszont látnak engem. Még úton voltak, amikor néhány őrbe ment a városba, s jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak, s úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, s meghagyják neki. Mondjátok azt, hogy ének idején, míg aludtunk, eljöttek a tanítványok, és ellopták a testet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk és kimentünk titeket. Azok elfogadták a pénzt és úgy tettek, ahogy meghagyták nékik. Ez a beszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Ezek az evangélium igék. Az evangélik addig. Krisztusban szeretett testvéreim, miért engedte meg az Úr a sírtól remegve, de még nagyobb örömmel elfutó asszonyoknak, hogy átkarolják a lábát? És miért nem engedte meg Mária Magdolnának, mondván ne érints engem? Azért, mert Mária Magdolna így szólította őt, Mester! A sírtól elfutó asszonyok viszont leborulásukkal Istennek vallották meg őt. Ez nem érzelmi, hanem teológiai esemény. Nem kivételez Jézus, hogy megenged, illetve nem utasít el, nem megkülönböztet, hanem egy végtelen, vagyis Isten szeretetének megnyilatkozása mind a kettő. Krisztus hiába támad fel a halálból azok számára, akik őt nem vallják Istennek. Isten fiának, aki emberré lett, mert ha Krisztus nem Isten, akkor még a föltámadása se segít rajtunk. Akkor ő úgy támad fel, mint Lázár, akinek még egyszer meg kellett halnia. És mit érdekel engem, hogy 2000 évvel valakivel ez megtörténik? Hogy az isteni szeretet kinyilatkoztatása tudjon lenni az ő halála és föltámadása, ehhez fel kell ismerni
ahogy felismerték az asszonyok, mert leborulva imádták őt. Vagy ahogy Tamás azt mondta, én Uram, én Istenem. Ekkor ez kinyilatkoztatás, hogy a szeretet Istentől való, és hogy szeretet az Isten. Ha Jézus csak rabbi, ahogy Mária Magdolna szólította, egy a lelki mesterek közül, egy a világ vallás alapítói közül, talán legvonzóbb tanítás meghirdetője, akkor csak úgy tartozik rám ez az evangéliumi részlet, ahogyan a többi lelki mester, egy Szókratész is szimpatikus, Buddha meditációja ma sokaknak vonzóbb, mint Jézus. És föltámadván, ha ő nem az Isten fia, folytatja tanítását, esetleg kiegészíti, de nem teljesíti be. Pedig a kereszten azt mondta, beteljesedett. Akkor Jézus tanítása, ha ő nem Isten, a názáreti rabbi tanítása csupán, aki esetleg egy próféta a többiek közül, Mohamed és a többiek, az ószövetségiek mellé tehető. Most hallottunk egy részletet Péter apostolnak a pünkösdi beszédjéből, óriási jelentőségű. De ennek a folytatásában és a beszédnek az a csúcspontja, hogy Péter azt mondja, azt a Jézust, Isten, Úrrá és Messiássá tette, akit ti keresztre feszítettetek. A zsidó számára szájából, hogy Úr, Kyrios görögül az Isten. Tehát a föltámadásban, mert nem úgy támad föl, mint Lázár, nem jött vissza, hanem egy új állapotba került, kinyilvánult az ő azonosság, amit ő mindig vallott, hogy én és az Atya egy vagyunk. A föltámadásban nyilvánult ki egészen biztosan, hogy Jézusban az Isten emberré lett. Jézus nem csak a fölkent király, a messiás, aki uralkodni fog mindörökké, hanem Isten, Kyrios, Úr, aki az Atya jobbján van, és aki a Szent Lelket elküldte. Tehát ő Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, minden ő általa lett. Kedves testvérek, enélkül nem érdemes kereszténynek lenni. Folklór. Össze fog omlani az egyház nagy része. Hála Istennek. Hála Istennek, hogy ez a tragédia bekövetkezik. Hogy többet nem fognak jönni templomba azok, akik Krisztust nem tartják Isten fiának, akiértünk emberi lett. Nincs értelme. Ha Krisztus föl nem támad a halálból, és nem bizonyul az Isten fiának, aki emberré lett, mondja Szent Pál, akkor hiába való a ti hitetek, más hitek nem hiába valók, azoknak megvan az értelmük, a miénknek semmi értelme nincsen. Húsvét a döntés ideje. Nem érdemes itt maradni. Csak akkor, ha leborulva imádom őt. Az asszonyok, akik a sírtól megrendülve, de még nagyobb örömmel elfutottak, hogy megvigyék a hírt az apostoloknak, amikor Jézus szembe jött velük, megszólította őket, üdv nektek, ők oda siettek, és zsidó asszonyok létére leborultak előtte. Vagyis imádták őt. Óriási! Ebben pillanatban ők keresztények lettek. Ezért nekik megengedte, hogy átkarolják a lábát, amelyen ott voltak a szögeknek rettenetes nyomai, amelyek csontot is törtek benne, mert ők megvallották istenségét, de az istenséget nem lehet látni és átkarolni, de át lehet karolni a testet, a lábakat, az embert. Íme leborulásukkal megvallották Jézus istenségét, lábának átkarolásával pedig emberségét. Mária Magdolna
Előbb kertésznek nézte őt, a föltámadt Jézus. Majd amikor megszólította Mária, akkor viszont ezt mondta, Rabboni, Mester. És ezzel a szóval kifejezte, hogy ő egy holttestet keresett, amellyel meg kell tölteni egy üres sírt. Most pedig, hogy itt van és él, vissza akarja vinni Jézust, a föltámadottat, ezzel a szóval, hogy rabboni, abba a régi világba, amikor csak mesterként élték, értették. Most, hogy élve látja Jézust, ugyancsak a halál országába akarja őt visszavinni, azzal a megszólítással, hogy rabboni. Most azt szeretné Magdolna, ha Jézus újra a halál előtti életbe jönne vissza, újra járná Palesztina útjait, beszélne az Isten országáról, meggyógyítaná a betegeket, megszaporítaná a kenyeret, ha nincs kenyerünk, és föltámasztaná szeretett halottainkat. És betérne hozzájuk Betániával, ahol Mártával, Lázárral együtt fogadhatnák őt ismét. Értitek, testvérek? Azt akarja kifejezni ezzel a gesztussal, átkarolni akarja lábát, azokat a lábakat, amelyeket a halálra és a temetésre megkent, tudta nélkül, hogy visszavigye az örökkön élőt a holtak országába, a mi világunkba. Miről van itt szó? Ősi, a bukott emberiséggel teljesen egyidős beidegződésekről, késztetésekről, hogy az isteni világot integráljuk a halál előtti életbe. És azt a földi életet tegyük egy kicsit elviselhetőbbé, talán csodás eszközök birtokába jutva. Testvérek, mindent lehet kérni Istentől, de mindig hozzátenni, legyen meg a te akaratod. Minden kérdést meghallgat. De ha a szeretett fiadat, lányodat nem gyógyítja meg, és meg kell halnia, akkor is meghallgatta a kérésedet. Mert a világ végén föltámasztja. Hogy visszahívja egy pár évre, utána úgyis meg kell halnia. Krisztustól csak mindig valamit, evilági dolgot kérünk. Csak egészséget, mert atya legfontosabb az egészség. Nem az a legfontosabb, az üdvösség. Akár élünk, akár meghalunk, Krisztusé vagyunk. Igen, szeretett testvéreim, Magdolna ezzel a mozdulattal, hogy át akarja karolni Jézus lábát, őt vissza akarja vinni a holtak országába. Nem engedi meg Jézus, ne érints engem. A kenetvívő asszonyok viszont, mivel leborulva imádták őt, Istennek ismerték el, megengedte, hogy átkarolja a lábát, átkarolják lábát. Igen, erről van szó. Itt érkezünk el hozzánk. A kenetvívő sírtól elfutó asszonyok imádták Jézust. Istenségét megvallották, ezért engedte, hogy az Úr lábát átkarolják ismétlen, mert szent emberségével, belekapaszkodva Jézus emberségével, mint Isten, minket ő visz az Atyához. Nem pedig mi integráljuk az isteni energiát ide. Óriási kísértés. Míg Mária Magdolnának nem engedi meg, hogy érintse, mert csak a rabbit ismerte föl még Jézusban, nem azt, aki az atyához fölmegy, ahhoz az atyához, akitől leszállt a mennyből, és akivel most is egész élete folyamán egy lényegű Isten, ezért mondta neki, ne érints. És ezért beszélt neki arról, hogy az atyához megyek, mert én vagyok az út. Miért vagyok az út? Mert az élet is vagyok. Istenhez senki nem mehet. Se Buddha, se Konfúcius, se Mohamed.
Istenhez az ember nem juthat. Mert Isten nem a padláson lakik. Csak az vihet fel az Istenhez, aki ott van az Istennél. A názáreti Jézus. Aki szinte olyan élet, mint ahogy az atya. Az atyának önmagában van élete, és megadta a fiúnak is. Ezért nevezi magát az életnek. De azért út, mert emberré lett. Mert elé kapaszkodva a hitünkkel, igenis már a földi életünkbe Istennel kapcsolatba jutunk. Halálunk pedig ezt nem semmisíti meg, ezt a kapcsolatot. És az utolsó napon részesít az ő dicsőséges testének ragyogásában. Azért lett Istenhez vezető utunk, mert ő az atyával egy lényegű Isten, és mert velünk egy lényegű embersége van. Most már sejtjük, hogyan tartozik ránk itt és most ez a 2000 évvel ezelőtt leírt szöveg. Persze egyesek talán valami pszichológiai magyarázattal próbálkoznak, hogy közel hozzák a mai emberhez, tévednek. Vagy valami erkölcsi kifejtést adnak. Nem. Se a pszichológia, se az erkölcs nem érinti a legmélyebb személyünket, amely arra van rendelve, hogy Istennel éljen. Hol érint meg minket mindaz, amit eddig mondottam? Ott, hogy mi keresztények szintén állandó kísértésben élünk, hogy Jézust lábánál megfogva behozzuk a mi életünkbe, mert én templomba járok, atya. Én adtam az új ablakokat a templomba, stb. Tehát most az Istennek meg kell adni, hogy mindig egészséges legyek, gazdag legyek, a családban ne legyenek botrányok. Ezt nem ígérte Jézus. Azt mondta, vedd fel a keresztet és kövess engem. De én elvezetlek az atyához. És az én igám könnyű, és az én terhem édes. Micsoda kísértés. És van egy nagyon jó magyar mondás. Megfogta az Isten lábát. Mert ötös találata lett a lottón, mert egy sikeres, nem házasság, az már nincs, sikeres kapcsolata van most, mert kitüntették, mert nagyon egészséges. Megfogta az Isten lábát, hogy ne? És Isten berángatta a mi életünkbe, hogy mint egy ökör húzza a szekerünket. Ezt a legmélyebb, leggyöngédebb vallásos érzésnek se engedi meg Jézus. Csalódni kell. A nagypéntek ürességig elmenni. Mert azért kell megfogni az ő lábát, hogy az Istenhez figyen el. Mert én vagyok az út és az élet. Igen, testvéreim. Az a keresztény imádság, amely látszólag Jézusba kapaszkodik, de Jézus csak ebbe az életbe akarja használni, nem keresztény. Az a keresztény imádság, amely Jézusba kapaszkodik, kér, és kap is sok mindent a földi életedre, de azt mondja, Jézusom, te magadat ad nekem. Vigyél az atyához. Mindennek az elmékedésnek megkaptam egy hatalmas, jóváhagyó pecsétjét, mert egyik paptestvérem elküldte nekem Szent Ágoston hasonló elmékedését, de ott nem Magdolnáról beszél, illetve Magdolnáról és az apostolokról beszél. Ezt mondja Ágoston. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához. A nőnek, aki hisz, azt mondja, ne érints engem. A férfit pedig, aki nem hisz, felszólítja, érints meg. De azt kérdezed, miért engedi meg Tamásnak, hogy megérintse, és miért mondja ugyanakkor Máriának, ne érints engem. Ő maga ugyanott megindikolja, mert még nem mentem fel az atyához. Azt érintsd meg, aki fölmegy az atyához. Érintsd meg az atyával egyenlőt. Érintsd Istent meg, azaz Istenben higgy. Akarom ugyan, hogy az emberbe is higgy, de ne maradj meg ennél, nyújts ki a hit kezét. Érintsük Krisztust, érintsük meg. A hit érintés. Ne csak emberség, ne csak az emberi nyújts ki a kezedet. Mondd, amit Péter mondott, te vagy Krisztus, az élő Isten fia.
Mondd, amit Tamás mondott, én Uram, én Istenem. Eddig az idézet. De testvérek, a mai ember hajlamos Szent Ágoston beszédét a szélsőséges feminizmus szempontjával olvasni, és azt mondani, eljne, megint kitünteti a férfit, és leszólja a nőt. Hát a mai evangélium bizonyítja, hogy nem így van. Itt az asszonyok azok, akik Jézust leborulva imádják, Istennek vallják, és ő engedi, hogy átkarolják a lábát. Sőt, mindez a férfiakkal való találkozás előtt történik. Igaz, Jézus az asszonyokat a férfi apostolokhoz küldi, de az élet üzenetével. Mert ők az első, ők az életnek a hordozói. Ezért a szentmise után, amikor illatos olajokat megáldom, és az asszonyoknak, lányoknak a homlokát megjelölöm, a férfiak nem jöhetnek ki. Mert ez az áldás csak nekik szól a mai napon. És azt fogom mondani, Isten tegyen téged Jézus föltámadásának tanújává, és az élet hordozójává. De nekünk mindannyiunknak szól a tanítás, amely Szent Pál így foglal össze. Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból tekintettük is, most már nem úgy tekintjük. Ezután a prédikáció után, és ezután a húsvét után. De egymást se. Ez a megdöbbentő. Hiszen Pálnak ez a mondata, hogy a Krisztust eddig emberileg tekintettük, most már ne úgy tekintjük, hanem mint Istenhez tartozó, ezt megelőzi azt, hogy ezentúl tehát ne tekintsünk senkit emberi szempontból. És a kijelentés után hozzáteszi, mert mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A keresztény már Krisztusé. Már az ő föltámadott élete a keresztség óta benned van. Tehát nem szabad úgy nézni a feleségedre, férjedre, gyermekedre, a keresztény testvéreidre, csak emberi szempontból, hogy gyarlók. Nem, szentek. Isten élete bennük van, és akikben még nincs, azokban lehet. Krisztus szemével nézni a világot, az embereket, vagyis a végtelen irgalmassági szeretet szemével. Amen. Most az Úrhoz fordulva ismét könyörögjünk az Úrhoz.